Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a varázslatos Magyarország Magyar Természetfutó Nagydíja díját adó és kiállítás megnyitó ünnepségen. Vágjunk is bele. Szeretném megkérni Máté Bencét, Potya Imrét és Daróczi Csabát, hogy fáradjanak ide a színpadra. Arra kértük őket, hogy a saját képeiket elhozva egy kicsit mutassák meg azt, hogy ők azokat a képeket annak idején hogyan is készítették. Készítettünk egy kis dramaturgiát hozzá, és az első képek azok Daróczi Csaba képei. Szóval Csaba, tiéd a szó. Ugye Csabáról annyit kell tudni, hogy volt korábban zsűritag, de most visszatért a versenybe, de kizárólag telefonnal, illetőleg a GoPro különféle megoldásaival készített fotográfiákat, ezeket is. Elég sokan tudják rólam, hogy én nagyon szeretem a kihívásokat, és tényleg próbálok mindig olyan képeket készíteni, mint a Bitta is jelzett, hogy olyat ne lássak másoktól. És talán ez az eszköz, ez a mobiltelefon és a kis akciókamera nekem új világot nyitott mostanság, ugyanis a picike szenzor miatt, az érzékelő miatt olyan nagy a mélységélessége az eszközöknek, hogy ezt én normál fényképezőgéppen nagyon nehezen tudom megcsinálni. Annak akadnak viszont nehézségeik is természetesen, de az a szép, hogy ezeket le kell győzni. Például ez a kép is elkészítettem normál fényképezőgéppel, és amikor kész volt, akkor gondoltam, hogy nézzük, meg tudom-e csinálni mobiltelefonnal. És akkor a telefont egy kis állványra tettem, és egy ilyen bluetoothos irányítóval oldottam ki a képet, amikor a cinege érkezett a etetőre. Szóval a teleobjektív hiányát azt úgy oldottad meg, hogy ott hagytad a gépet, és te távolról dolgoztál? Nem, ez direkt széles látószögű objektívvel készült, és szerettem volna megmutatni ezt a szép táját is, amiben volt. A másik kép, a következő kép, ez ugyanaz, a technikával készült. Egy ilyen elkorhat fatörzsbe helyeztem a telefont, leültem egy néhány méterre, a madarak megszokták a jelenlétemet, és akkor csak exponáltam. Csak várni kellett. Így van, és akkor csak exponáltam. Igen. Ezt a felvételt ezt egy GoPro kamerával csináltam az udvaromban. Ott volt. Tehát nem nincs sok időm kiárni, ugye én munkahelyen dolgozom, és időt azt menedzselni kell, hogy tudjak fotózni, és mellette, és akkor az udvaromba felállítottam egy etetőt, egy ilyen szép faágat helyeztem a közelébe, és szerencsém volt ezzel a gyönyörű felhőzettel, hogy ez így beúszott, és akkor egy távirányítóval készítettem el. A következő... Igen. Ez egy drónnak kinéző felvétel, de GoPro-val készült, ugyanis azt mondtam a tavaly ilyenkor, hogy én ezen a pályázaton az idén csak a akciókamerával és a telefonnal készült képeket nevezem. Kimentem erre a kiszáradt szikes tó mederbe fényképezni drónnal, és megláttam, hogy milyen gyönyörűk ezek sziki ballogó füvek. És mondom, ezt valahogy meg kellene csinálni, hogy a pályázatot is el tudjam küldeni, azt ígértem, hogy csak akciókamerával. Ezért a drónra felszereltem az akciókamerát, és ugye telefonon láttam a képét, és úgy viszont az csak 10 méterig érzékeli a Bluetooth kapcsolatot, és egy barátomat megkértem, hogy jöjjön velem, és tartsa a telefont, hogy én tudjam nézni, és a feleségi készített is róla egy ilyen kis verk videót. Mutassuk ezt a videót? Köze beszélhetsz? Igen, itt próbálom a kompozíciót megtalálni. Ott tartja a barátom mellette a telefont, én nézem, és akkor, hogy a jel néha elveszett, akkor közelebb kellett jönnöm. Igen, ott megjelent a drón is, és akkor így ő exponált, én csak irányítottam a drónt, és ő nyomta meg a ujjával a gombot, és mondtam, hogy most. Akkor lehet, Péter, hogy jövőre a páros természetfotós kategóriát is meg kéne hirdetni, nem? Ja. Köszönöm szépen. Ugye ebből is látszik, hogy az improvizálás az egy nagyon fontos dolog, és ez már Bence képe, aminek most el is felejtettem, amikor átküldted, akkor az improvizálásod a lényeg, nem tudom, hogy ez csak az én segítségemre volt, vagy nem tudom, mi a kép címe. Abban benne van az improvizálás? Szerintem nincs is,
címe a képnek, nincs is címe. Neki, de igen. Inkább arra szerettem volna elkalandozni, hogy ez egy nagyon komolyan előre, éveken keresztül megtervezett fotó, hogy általában rám ez a jellemző, hogy először ér valami inger a terepen, és utána megpróbálom megfogalmazni, hogy ezt hogyan szeretném lefotózni, nagyon sokat utána olvasok, megnézem másokat csináltak, és utána kialakítom azokat a körülményeket, amikbe ez jó eséllyel újra megtörténhet. És éveken keresztül gyúrtam ezt a témát, hogy állatokat hogyan tudnék napkoronggal, holddal fényképezni. Ugye a holddal még nehezebb, mert ott nagyjából két nap van az egész hónapban, itt meg gyakorlatilag minden napban kettő is, a felkelés és a nyugvás, de mégis borzasztó ritka az, amikor az állat a horizonton van. És ezt én itt úgy segítettem elő, hogy hát ez is majdnem mint Csabánál a kertemben van, hogy építettem egy mesterséges dombot, amit rájöttem, hogy hát nem elég a dombot építeni, vagy a lest kell mozgatnom, vagy a dombot. Úgyhogy jobbnak tűnt a dombot mozgatni, úgyhogy volt egy ilyen, mint a Hollywoodi filmeseknél, ott van egy mozgó dombom, igen. Tegyed fel a kezét, akinek van mozgó dombja. Jó, igen. De egyébként most már eladó, úgyhogy ha csak valaki szeretne, akkor... Mert hát ugye a nap az mindig máshol nyugszik. Ezt az elején szembesültem vele, hogy hát az ember nem is nagyon gondol bele, hogy mennyivel eltér a napnak a szöge, bár a napelemek, akik most már napelembe utaznak, azok látják, hogy Magyarországon 72 fokos különbséggel nyugszik a nap, illetve kell június 22 és december 22 között, vagy valamikor 21. Így állandóan mozgatni kellett a dombot. És ez volt az egyik ilyen variáció, a másik, amikor tényleg olyan végtelen pusztaság van, amikor lehet a horizonton megtalálni a napot, de hát ritkán van ilyen, mert a legkevesebb páratartalom, a legkisebb felhő, az ezt le tudja rövidíteni, illetve Afrikában fotóztam még sokat, ahol gyakran volt olyan, hogy a domb mögött, ahol ment le a nap, oda tudtunk menni, hiszen az állatok nem féltek tőlünk. És ezt a fotót... Igen. Mondjad. De ezt a fotót azért tettem be, mert itt nagyon nagy, az improvizástól indultunk el, nagyon nagy szerepe volt az improvizásnak, hiszen ezt így nem tudtam megtervezni. Itt egy nagyon nagy bónusz volt, hogy én folyamatosan a szürke gémre, a nagy kócsagra, a kormoránra, ami fölment oda pihenni erre a domb tetőre, hogy onnan jobban körül tudjon nézni, azt csípjem el abban a 2-3 percben, amikor erre esély van. És amikor nagyjából a 60. naplementét fotóztam, akkor láttam, hogy olyan nagyon életlenül valami elsuhant a háttérbe, és akkor rögtön kihúztam manuálisan az élességet, mert ugye nem tudtam automatán hova állítani, akkor még nem voltak ilyen gyors autofókuszok, mint most, és a következő kacsacsapatba éppen bele tudtam találni. Tehát itt eredetileg a fókusz ezen a bakcsószerű, vagy nem tudom, madáron volt? Igen, szürkegém. Ez egy szürke? Hova tette a nyakát? Ez hát behúzta, fázott. Alaposan fázott. Jó, tehát egy pillanat alatt, ez, igen, tehát arrébb húztad a fókuszt. Jó, Imre következik, ez a táncos légy, és van belőle kettő, szólj, ha léptessünk, jó? Jól mondani. De ez se csak úgy magától jött oda, ugye? Tehát itt is volt valami kis előkészület. Igen, jól gondolod, én a Börzsönyben dolgozom, a Dunai Pólyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatárs vagyok, és ott van egy szuper látogatóközpont, a Hughes-ház, két patak ülelésében, és azt tudni kell ezekre a kis táncos legyekről, ezek egy másfél centiméteres kis rovarok, hogy ezek imádják a patakokat, a különböző beszűrődő fényfoltokat, ott táncolnak, párzanak, táplálkoznak, és imádom azokat a témákat, amelyek ilyen újszerűek, tehát olyan fajok, amelyeket mi kevésbé láttunk fotókon. Úgyhogy észrevettem ezeket a kis legyeket, behasaltam a hűs kövek, patak kövek közé, beállítottam a gépemet, és figyeltem a mozgását ezeknek a kis táncos legyeknek. Tehát ezek hidroplánoznak, korcsolyáznak, repkednek szanasz éjjel a patak fölött, és szerettem volna megörökíteni őket. Ez manuális fókusz kell, ami azt jelenti, hogy beállítom egy bizonyos pontra az élességet, és folyamatosan exponálok. Két vakút használtam, ellenfény, oldalfény, meg egy állandó zseblámpás megvilágítást, hogy lehessen látni a legyeknek a szárnycsapásának a frekvenciáját, az ívét. És azt kell tudni, hogy 1400 képet készítettem körülbelül alkalmanként, ezen 2-3 órát jelent, aztán lemerültek a vakuk meg a gépem is, és nagyon rossz volt a találati arány. Minden 100. kép volt csak éles, tehát össze-vissza voltak a kompozícióba, és összesen 2-3 képen szerepelt jó helyen a legyecske, és ugorhatunk egyet. És akkor kitaláltam, hogy hát hogy lehetne ezt a találati arányt növelni, hát elkezdtem beletetni morzsával a patak felszínére, és akkor imádják ezek a legyek a különböző vízfelszíne hullott rovarokat elkapdosni, csak az a baj, hogy ez patak, és folyik. Akkor áttettem a morzsát, rászóltam, beállítottam az éjességet, és akkor elvitte a patak a morzsámat, úgyhogy kicsit bosszús voltam, és akkor jött az ötlet, hogy fogok egy drótot, benyomom a víz alá, és a végét kidugom, és az fix. Ott látható a bal
bal oldalán is egy kicsit a drótnak a vége, csak ezt levágtam, és akkor azt érzékelt a légy, hogy ez biztos egy vízre hullott rovar, és akkor már sokkal nagyobb volt innentől kezdve a találati arány, tehát azt támadta meg a drótnak a végét, úgyhogy kellenek ezek a kis trükkök. Ha, huha, drót. Jó, néha elég egyszerű drót is. De az se baj, Csaba, hogyha az embernek van kamera csapdája, ugye? Igen, mint meséltem, elég szűkösen állok idővel, és kitaláltam, hogy éjszaka szeretnék őzeget fotózni, és erre egy ilyen mozgásérzékelős kamera csapda rendszert kreáltam, illetve vásároltam, megépítettem, és hát ott képzeltem le az őzet, mint ahol jó magamat. Ez volt az első próba kép. Téli időszakban betettem a vadakat, és hát vártam az eredményt, hogy jöjjön. Hát jött is az első eredmény, bepárásodott az első éjszaka, meg a második, meg a harmadik, lefagyott a rendszer, és ilyen képek születtek, amikor kim volt, pedig ugye volt telihold, ott legel látszik az őz a fa alatt, valami absztrakt kategóriában még az lehet, hogy elmegy. Ilyen kvíz kategória, adjon címet az alábbi képnek. Igen. Vagy inkább találja ki, hogy mi van a képen. Hát igen, bánatos pitypang, nekem ez jutott az eszembe, de... És akkor elkezdtem én is így agyalni, és akkor utána a következő képen látjuk, hogy csináltam a objektívre egy fűtőrendszert, ami egy ilyen fűtőpapla, mint a Forma 1-es autók kerekén látható, és ahhoz egy akkumulátort kötöttem, de nem jó, hogy az akkumulátor teljesen lemerül, ezért kellett egy programozó, egy ilyen intervall kapcsoló, amit be tudok programozni, hogy hány órától hányig fűtsön. Igen. Igen, és akkor, mikor ez elkészült, akkor utána már lehettek értékelhető képek is, például ugye, hát nem ott van, ahol én, de azért elfogadom. Néhány éjszakámba belekerült, utána, mikor már untam ezt a fát, akkor kerestem egy másikat, és ez már kicsit frekventáltabb helye volt, egy buckásban volt, ahol viszont elég sok ilyen autónyom meg autóút volt, és hát ugye féltem egy kicsit kihagyni a felszerelésemet, éppen ezért felszereltem mellé egy vadkamerát, ami nekem mindig küldi, hogy mit lát a gép, és hát ezt küldte a kamera csapda. Hát körülbelül... Ez nem te vagy ezek szerint. Ez nem én vagyok, így van. Ez egy idegen, sőt... Gyűjt az igen, idegen. Igen, ez veszélyesen jött. És hát ugye kitaláltam, hogy a biztosítása, kiírtam egy ilyen kis táblácskát mellé, ezt ha aki elolvassa, akkor az látja, hogy... Aki nincs szemüveg, igen. És akkor a mai estére kiegészítettem egy kis kiegészítéssel. Jó, hát azért hát látjuk a dróttól a fűtő paplanig, azért elég széles az intervallum. Ugye láttunk nagyon szép éjszakai képeket, és Bencének is van éjszakai képe. Te hogy csinálsz éjszakai képeket? Hú, ez nagyon technikai. 10 évvel ezelőtt fogalmaztam meg azt, hogy milyen jó lenne, hogyha össze lehetne hozni a csillagokat az élőlényekkel. De hát a száraz technikát is meg kell tanulni hozzá, hogy miért nem képes egy gyári felszerelés erre. Ugye itt említettem a Csaba mélységélességet, élességet, és itt kísérletezések után rájöttem arra, hogy hát nem fogom tudni összehozni a csillagot a madárral, hiszen bármit állítok rajta, nincs az a mélységélesség, és az a nyitott objektív, amivel lehetne ezt fényképezni. És akkor fogalmazott meg, hogy valamilyen módon át kéne programozni, be kéne csapni, mert hiszen én tudtam, hogy mit akarok, de hogy a képet hogyan bírom erre rá, na, azt már jól át kellett gondolni. És hát végül néhány felszerelést tönkretettünk emiatt, mert illetve hát azóta is működik, csak a garanciát már nem lehet érvényesíteni, mert azzal kezdtük, hogy ki kellett fúrni konkrétan a vázát. Ugyanis rájöttünk, hogy az a kis rugó, ami azért felelős, hogy a blendét csukva tartsa, azt mi egy domé segítségével tudjuk nyitogatni.
Ugye, hát az egymilliós cuccba beszereltél hát egy damilt. Nem, csak 100 000 forintos. Csak 100 000 volt, de hát csak az idézőjelben van. És akkor már ott az asztalon ez működött, és ez nagyon nagy élmény volt, hogy én egy horgászgyinort, hogy húzogatok, a blendét én tudom vezérni bármikor a géptől függetlenül. Tehát ő azt hitte, hogy 16-os blendén van, én meg jó kihúztam, és 2.8-as blendén lett. Utána jött az, hogy az objektívnek a mélységes a fókuszát is kellett állítani, tehát két motorra volt szükség, mert ezt ugye automatán kellett, hogy tudja, hiszen ott éjszaka elképesztő csönd van, és a madarak minden rezzenésre ugornak. Én ezt saját kezemmel exponáltam, tehát én ott voltam, egy olyan lest készítettem, aminek a 80%-a víz alatt van, 30 centi víz fölött, és ott volt a szürkégém tőlem 50 centire. Tehát egy ekkora kis kattanástól világgá megy, úgyhogy a fényképezőgépnek a kattanását folyamatosan imitáltam egy hangszóróval. 3 másodpercenként kattant a fényképezőgép, de valójában csak fél percenként. A vakuknak a fényét azt imitálni kellett egy ilyen zseblámpával gyakorlatilag, hogy 3 másodpercenként villogjon, ezért azt is megszokta, és amikor az igazi vaku villant, akkor arra már nem riadt el. Mi sem egyszerűbb. Mindenki jegyzetelt? Most ezzel senkit nem akarok elriasztani, mert ilyennekre az ember már akkor adja a fejét, amikor otthon a kertjében már mindent kipróbált, tudja a technikájának a korlátait, és utána el lehet kezdeni kísérletezni. És most lehet, hogy ez bonyolultnak hangzik, de valójában végtelenül egyszerű. Tehát tényleg egy néhány centi szigetelőszalag, meg a horgászgyinór megoldotta. Damil, egy zseblámpa. Igen. Meg a buta matarak, akik azt hiszik, hogy minden oké. Okay. Jól van, hát végül senki nem bántotta őket. Jó. Ismét Imre következik, és ismét egy sorozattal, ugye, hogy ha már a sötétben próbálunk fotografálni, akkor azért erről te is tudsz mesélni. Majd te is szóljál, ha léptessek, jó? Mert ez is egy kis sorozat. Ez egy Szent János bogár, egy 1,5 centiméteres nagy Szent János bogár, hatalmas gömbszemeivel keresi a nőstényeket, amelyek röpképtelnek, és a avarban, fűszálkon tartózkodnak. A legtöbb kép, amit erről a fajról láttunk, az általában az, hogy van egy szép erdőrészlet, alkonyat, kékóra, és húzzák a csíkokat a zöldlámpások bioluminescens fényükkel. Azt kell tudni róluk, hogy júniusban rajzanak, Göri ártéren például füllett testéken, este 9-től 10-ig. És 9:30-kor van a csúcs. És az volt az elképzelés, még jó pár év ezelőtt, hogy magát a bogarat is megörökítsem röptébe, úgyhogy még csíkot húz. És a makroobjektívre, mert botot ragasztottam, két kis botot, két szélére, és beállítottam a botnak a végére az élességet, fixem, egy olyan 5-6 cm az objektívtől, és akkor elkezdtem rohangálni a repülő Szent János bogarak után. És akkor úgy éreztem, hogy a két bot közébe került, mint egy célkeresztbe a fő témám, akkor rávakusztam, rávillantottam, beleégett a képbe szép éresen a bogárka, kicsit még készült tovább a kép, és megkúszta a csíkot is. Tehát ez szezononként egy éles kép készült, górhatunk is. Ez az 2018-as kép, az 2019-es, kicsit távolabbról, tehát oké, hogy van ez a megoldás, hogy a botra ilyesítem az éjességet, meg látom a célkeresztben az állatot, de elképesztően gyorsan mozog, kicsi a mélységesség, úgyhogy pont a varázslatos Magyarországon az egyik fődiamért nyertem egy halszemoptikát, és azzal készült ez a kép. Tehát a halszemoptikára azt kell tudni, hogy 180 fokba pásztázza a tájat, jóval nagyobb a látószög, ezért jóval nagyobb az esély is, hogy belekerüljön a bogára az éjességi síkba, meg a kompozícióba. Ez egy 3 másodperces felvétel. Tehát ez a technikával már jóval könnyebb volt, és ugorattunk a utolsó Szent János bogaras képre. Ez viszont tavaly készült a Börzsönyben, ott is rajzanak a patakvölgyekben, csak az jóval nehezebb terep, mint egy ártér, ugyanis hegyoldal, kidőlt fák, holtfák szerencsére, azokon keresztül kell botladozva követni a bogarakat, és ez egy 77 másodperces felvétel, egy expozíció. Hát követtem a bogárkát, rávakusztam, kicsit készült még a kép, meghúzta a csíkot, utána az előre felállított állványhoz orra sétáltam, miközben ráraktam az objektív sapkát a gépre, hogy ne gyűjtse tovább az alkonyati fényeket. Orra sétáltam az állványhoz, rátekertem, eszettem az objektív sapkát, kitekertem az éjességet a bükkfára, és kicsit megvilágítottam, illetve gyűjtötte tovább a fényt. És csak azért mondom, hogy hát igen, sokszor nem könnyű egy igazán érdekes, különleges képet elkészíteni, de pont ez a fantasztikus benne, hogy a teljes testünket, meg kreativitásunkat bele kell tenni. Ezt még szeretném persze folytatni, mert ez egy közepesen sikerült kép szerintem. És itt milyen a sikerarány? Itt? Hányból készül egy jó?
Igen, tehát ez kb. Egy hétig rohangáltam utánuk, és ez az egyetlen egy lett. Ez is meg kellett vágni a négyzetes arányba, tehát nagyon kicsi a találati arány itt is. Jó, ez azért azért is jó üzenet, hogy nem szabad föladni. Tehát nektek se úgy megy, hogy kimentek, az katt, az kész, és már adják is a díjat, hanem... Van olyan is, jó, nem az, de nem az összes. Jó, van olyan is. Nem akartam belét kötni, de akkor mondja Csaba nyugodtan. Igen, vannak olyan képek, amikor csak lehajol az ember, kattint egyet, megy tovább, és nekem nagyon sok olyan képen van, ami... Jó, de azért, hogy mondjam, tehát azért az is egy tehetség a fotósnak, hogy kitalálja, hogy hogy lehet technikailag megoldani, meg a damil, meg a drót, meg amit tudom én, meg az, hogy valaki észrevegye azt a pillanatot, ami ott van adott esetben a lába előtt. Fényképezőgép meg gondolom mindig van nálatok. Igen, ez a két lehetőség, vagy nagyon megdolgozó, vagy nagyon szerencséd van. Ezt értem, de nem mindenki veszi észre a szerencséjét. Tehát nem mindenki lát. Ezt akartam. Tehát azért ez kell hozzá, hogy az ember lássa, meg észrevegye. Mondja, Di? Volt egy zsűri, aki azt mondta, hogy valaki lát, valaki meg agyal. Tehát ez két különböző dolog. Vagyis, hogy lehet együtt is csinálni, persze, de sokszor ez elválik. Jó, oké. Menjünk tovább, mert vannak még képeink. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy Horgászás űrgére. Csabáról van szó, és a Csaba sorozatáról. Igen, igazából ez Bencével egy közös projekt, vagy nem közös projekt volt, hanem Bence ugye mondta, hogy nagyon sok az űrge a tanyáján, és de hogy... azért csak egy mondatban, vagy na jó, az esetben kettőben, tehát hogy került annyi űrge a tanyádra? Ezt nem tudom kettőben mondani. Összefogdostad a Ferihegyi reptéren. Gyakorlatilag igen. Igen, és a nem tudom milyen természetvédők azt mondták, hogy képtelenség. Neked meg most már annyi űrgéd van, hogy... A kertet én szeretem úgy kialakítani, hogy minél több állat megtalálja benne a számítását, és ez egy ilyen nagy zicsernek tűnt. Minél több vagy minél több féle? Minél több féle, igen. Jó, és minél több és minél több féle. Mert hány űrgéd van ott a kertben? Hát most az aktuális létszám az nagyjából 1000 környéke lehet. 1000 űrge, hát ugyanott űrge eladó. Igen. És az elején ez nem volt szempont a fotózás, hanem az volt a cél, hogy a biodiverzitást azt ott növeljük, mert régen voltak űrgék, aztán kipusztultak, de újra aktuális volt, alkalmas volt a terület, és aztán egyszer csak Csaba megkért, hogy menjek ki a horgászbottal. Igen. És akkor mondta Bence, hogy ha van kedvem, nézzek el, és oda hozzá, és akkor fotózzak űrgét. Hát űrgéről olyan sok képet látott már az ember, hogy ki kell találnom valami olyan módszert, hogy olyan helyen fogja, olyan szituációban fotózzam az űrgét, ahol még nem nagyon láttam. És próbáltam azt elképzelni, hogy milyen akcióképet lehetne róla készíteni, hogy ugrik, vagy valami akrobatikus mutatványt művel. És akkor azt találtam, kikérdeztem a Bencét, hogy mit szeret a űrge. Azt mondja, hogy mindjárt gyümölcsöt, répát. Bementem a zöldségesboltban, ettem egy kiló répát, meg egy horgászbotot. És a horgászbot damiljának a végére rákötöttem a répát. És orog akkor, nélkül? Ugye, persze, természetesen. Ja. És akkor hát egy 4 méteres bot volt, körülbelül egy ilyen keszegező spic bot, és akkor mondtam Bencének, hogy akkor légy szíves, itt az űrgéket próbáld meg itt az objektívem elé csalni. Be is dobta, egyből volt kapás, jöttek az űrgék, de elmarták a répát, és nem akarták elengedni. És akkor utána követ? Igen, utána lehet menni. És hát húztam. És akkor egyszer hátra nézek, és hajlik karikára a bot, Bence tartja, és a levegőbe ott róg az űrge. Tehát ha megkérdezik tőled, hogy életemben mikor nevettem legnagyobbat, körülbelül ekkor. Tehát ott mind a ketten fetregtünk a földön a nevet, és exponálni nem, folytak a könnyek szemvők, megláttam a képet, amikor Bence tartja a horgászbot a végén az űrgével. És akkor végül azért sikerült egy néhány... Ez amikor elengedte az űrgét? Igen, amikor elengedte. Aha. Hát illetve... az hozzátartozik, hogy egyébként ugye ezek alapvetően nagyon vadak voltak. Tehát még a Ferihegyen a Boeingeket tréningezték őket, akkor mondjuk ilyen 80 méter volt az a táv, amikor már lementek. És a telepítést követően a 6.-7. évben lettek olyan szelidek, hogy már odajöttek az ember kezéből elvenni. Tehát ez egy olyan folyamat volt, még rájöttek, hogy az a folyamatos emberi jelenlét az nem okoz nekik bajt. Ennek a képnek mi a címe? Áldásom rád, vagy... Hát van egy nem publikus címe, de inkább... Ez egy
Nyugodj le. Nyugodj le, jó, igen. Igen, életkép egy. Igen. Jó, de hát ugye értelemszerűen Bencének is van űrgésképe. Te hogy dolgozol, amikor nincs ott valaki pecabottal? Hát akkor most az űrgékre kicsit visszatérve, mert az előbb egy mondatot engedélyeztél, hogy számomra most már nagyon fontos az, hogy ezzel a tevékenységgel nem csak bemutassam azt, hanem elkezdtem területeket vásárolni, amik korábban mezőgazdasági területek voltak, és ugye vetésforgóba kukorica, búza ment rajta, és akkor denevérészekkel, lepkészekkel, botanikusokkal, ugye én ezekhez igazából egyikhez sem értek, de olyan koca módon, hogy kicsit úgy bele okoskodok, és aztán próbálom az élővilágnak a javára fordítani ezt. És az űrge az egy olyan egyébként jól eladható téma volt, mert ugye szőrös, cuki, aranyos és fotókon ez sokszor megjelenik, de ennek az élőhely létrehozási projektnek a legfontosabb része az nem az űrge, hanem maga az, hogy egy ökoszisztéma jön létre egy szántóhelyén. És utána, hát engem már örömmel tölt el ez az eredmény, hogy egy viszonylag kicsi beavatkozással és nagyon komoly odafigyeléssel rövid idő alatt vissza lehet fordítani azt a rombolást, ami ott történt évtizedekkel korábban. És aztán a természet mindig esmivel ajándékoz meg. Tehát a legegyszerűbb témákról, akár egy imádkozó sáskáról, egy fecskéről, ami minden kertes vagy kerttel rendelkező embernek a kertjében ott van, aztán el lehet kezdeni gondolkodni, hogy miket lehet fotográfiailag bemutatni. És a képről is mondjak két mondatot, mert ezt a jelenetet láttam, amikor a pongyal a pittypongok érelték a termést, és láttam, hogy oda szalad az egyik űrge, elkezdi majszolni, és akkor repíti a levegőbe ezeket a kis készülékeket, és akkor kitaláltam, hogy na, ezt a fotót szeretném elkészíteni. Na de hát amikor ennek nekiálltam, akkor ugye mire bevettem a megfelelő pozícióba magam, akkor jött az űrge, megette a magokat, és én meg hoppon maradtam, teljesen esélytelen volt, és mire az első értelmes fotót el tudtam készíteni, a szél persze a másik irányba fújt. Tehát amikor majszolás közben vitte a tarkó irányába, az kevésbé volt fotogén. És hogy kitaláltam, hogy hát nem fogok itt éveket ezzel eltölteni, úgyhogy felépítettem egy lesátort, nem magam számára, hanem hogy a napot eltakarjam az állatoktól. Minden egyes pongyal pittypongra ezt rátettem, belámpáztam, hogy olyan fények legyenek, ami napközben csak mondjuk fél óra alatt van, és akkor utána jött a turpisság, hogy két számítógép ventilátor segítségével tudtam nyugatról és keletről is szelet produkálni. Ugye akkumulátor az már előkerült korábban, az ott volt nálam egy kapcsolóval, és amikor az űrge jobbról jött, akkor jobbról fújt a szél, amikor balról jött, akkor balról fújt a szél, egyébként meg szélcsend volt. Mert egy hét volt, mire rájöttem arra, hogy ez a szél ez soha nem onnan fog fújni, ahonnan én szeretném, és akkor legalább a szelet én tereltem. Igen, te már csináltál szelet hajszárítóval is, azt hiszem a kosztarikai vagy? Nem, az is, a számítógép ventilátor az egy nagyon jó használat, abból lett kiberhelve, igen. Aha. Imrének valami, mint a közben eszébe jutott volna valamit a Bence mondott, vagy csak láttam, hogy fölkaptad a fejed? Fölkaptam, de. Aha. Jó, akkor nézzük, megint te következel, ugye az a pöffetegezés egy, mint az űrge, meg sok minden más, egy ilyen visszatérő, számodra kedves téma, de ebből is van egy régi, meg egy új változat. Én egyszerűbb eszközökkel dolgozom sokszor, mint Bence és Csaba. Itt én a magas börzsönyből érkező fuvallatokat használtam föl, tehát valódi szelet áramlatokat használtam a kép elkészítéséhez. Egy pöfetek gombát látunk, jó régi kép, 2015-ben készült, ha jól emlékszem. És ez egy ilyen félperces felvétel, tehát itt is trükköt kellett azért használni, egy fekete kesztyűben kellett megnyomnom a kis gombának a termőtestét, hogy a spórák kiszálljanak belőle, és a szelek szárnyán aztán tovább repüljenek. A legtöbb természetfotós külföldön, meg itthon is most már cseppeket szokott rászórni a gombának a termőtestére. Miért fekete kesztyűbe? Ja igen, erre vissza, ez jó, igen. Tehát az, hogy ne látszódjon a kezem. Tehát elég bonyolult a kép, akkor gyorsan elmondom. Tehát van egy erős fényű lámpám, ami nem szórja a fényt, hanem fókuszált, és ezt beállítottam a gomba fölé, mint egy reflektort. Ezt beállítottam szépen, utána elindítottam az expozíciót, megnyomtam a gombot, elkezdett készülni a kép, oda sétáltam a gombához, megnyomtam egy fekete kesztyűbe a termőtestnek az alsó részét, hogy ne látszódjon semmiféleképpen a kezem, és akkor a spórák berobbantak ebbe a fényárba, aztán tovaszálltak, elvettem ezt a hatalmas reflektort, és egy gyengébb fényű zseblámpával még körbevilágítottam a kis gombát.
tehát két lámpát használtam, és ez elég bonyolult volt, tehát most már tényleg a legtöbb természetfotós csak csepegtet, vagy... És miért, mit csepegtetnek rá? Egyszerűen csak vizet? Vagy... Nem, rácsepegtetnek vizet, mert a valóságban eső csepp, vagy szél, vagy egy vaddisznó, vagy akármi, ami megpöcköli a gombát, az indítja el a spórákat. Csak kicsit túl gondoltam ezt még 2015-ben, ugrottunk a következő képre, most már én is inkább általában egy ilyen kis, nem is tudom, csipesszel megpöccintem a gombát, és akkor kirajzolódnak ezek a gyönyörű, szép, különböző alakzatok. Itt például egy szellemet láthatunk. Tehát tényleg elképesztő érzés ilyenkor kint hasalni a tűlevélszűnyekben, szeptemberben bőgnek a szarvasok, kis finom fuvallatok érkeznek, és készülnek a képek, több száz is egy estén, és mindig más formába rajzolódnak ezek a kis felhők. Akkor már csak jön az a feladat, amit Britta is mondott, hogy akkor viszont választ ki azt, amelyik a legjobb, ami gondolom azért nem olyan könnyű feladat, hogyha ezek jól sikerülnek, és több száz. Különböző pályázatokra különböző képeket szoktunk leadni, az is egy taktika, hogy ne ismétlődjenek a felvételek. Na, akkor ezt a tanácsot is érdemes megjegyezni. Van egy olyan helyzet is, amikor a természetfotós a Budapest 5. kerületében van, de természetfotós marad, ez újra Csaba két képe lesz majd. Igen, nagyon. Hát mostanság gyakrabban járok Budapesten, mert a gyermekeim itt laknak, de régebben nem. Itt is egy fotópályázat zsűrűzésére jöttem föl, elindultam a szállásról a megadott helyszín felé, itt a Kossuth téren, és ahogy sétáltam, megláttam, hogy a köztársaságiak, a utcaseprők épp reggeliznek, és a söprőjüket pedig beleállították abba a húzogatós kocsiba. És a verebek pedig a cirok magot elkezdték enni belőle. És hát, hú, hát mondom, ez mekkora látvány. És körülbelül 800 méterre volt a kocsim. Na azt a 800 métert még szerintem főiskolás testnevelés szakos voltam, a főiskolán. Olyan gyorsan nem tettem meg, hogy a ott lévő objektívet és gépet előhozzam. És akkor mondtam a reggeliző brigádnak, hogy mondom, kicsit még maradjanak nyugodtan, mert itt ezeken dolgom van a söprűvel. Tehát szerintem itt az UFO-t láttak volna. Úgy néztek rám, hogy mit adok én nekik parancsot, hogy mit reggelizzenek. Ha gyorsan előszaladtam, és akkor hát egy ilyen 90 mm-nek megfelelő objektív volt nálam. És akkor elkezdtem fotózni a madarakat, de hát nem tetszett igazából a dolog. Ezért mondtam, hogy a kocsit most egy kicsit arrébb húzom, és behúztam az árnyékba a kocsit, és akkor is sokkal jobban látszott a madaraknak sziluettje, illetve a egész történet egy kicsit jobban elvált a parlament háttérétől. Úgyhogy rengeteg... És azért az nem véletlen, hogy egy ló van a háttérben, még ha szobor formában is lovassal. Igen, azt mondják. Az állatot mindenhol meglátja a természet. Azt mondják, ahol ló van, ott veréb is van. Igen, de... És hát ezen ne is vitatkozzunk, jó? Bence következik. Azt írtad ehhez a képhez, hogy 10 év munkája egy képben. Hát ez magyarázatért kiáll. Na, nagyon nehéz megítélni azt, amikor valaki belelaholja magát egy projektbe, hogy mikor érdemes abba hagyni. Mert egy idő után nagyon unalmassá tud válni. De mivel az ember kint van egy jó közegben, tud közben madarászni, más témákat is tud lencsevégre kapni, és én megtanultam azt, hogy amikor nagyon kapaszkodok egy témába, mert látom benne a lehetőséget, akkor azt fel kell ismerni, hogy mikor kell elengedni, mert az alatt, az idő alatt olyan stílusban, hogy inkább használom a szememet és a várok a szerencsére, sokkal nagyobbakat lehet alkotni. Úgyhogy én ezt a témát, hogy a rétisast fotózzam, amikor kiabál és látszik a pára, ezt én teljesen elengedtem, mert Hortobágyon láttam egy ilyet 2009-ben, akkor volt alkalmam test közelből rétisast fotózni, de annyi együttállás kell hozzá, a sötét háttér, a napfelkelte, a hideg, a megfelelő irányú szél, ami jelen esetben nem számítógép ventilátor, hogy el kellett engedni. Ugyanolyan volt, mint a villám, Madarak a villámmal című projekt, és aztán teljesen véletlenül más témát fotóztam, mint gémeket, kócsokat fotóztam, de mindig megadtam az esélyt annak, hogy kitettem egy nagyobb halat is hát, hogyha rászáll valami ragadozó vagy dögevő madár. És akkor itt egyszerűen minden összejött. Itt mínusz 10 fok volt, annyira szélcsend, hogy amikor a lehelete kijött, akkor nem vitte az ellenkező irányba. Ez olyan kicsi problémának tűnik, de valójában ez a legnagyobb. És pont a megfelelő időben érkezett egy másik rétisas, aminek oda tudott köszönni, és akkor ez a pára a levegőbe csapott. És ez 10 évvel azután készült el ezek szerint, hogy először próbálkoztál ezzel a... Hát ez kicsit becsapós, ez a 10 év, ez inkább 20 év, mert...
2001-ben volt először olyan szituáció, amikor ezt lebírtam volna fotózni, és akkor hát másfél évtizeden keresztül biztos kergettem, amíg ennek az esélye megvolt, de tényleg már az esélytelen állt nyugalmával, hogy ez szinte lehetetlen, mert megfesteni, megrajzolni, azt meg lehet, de túl, ott a madárnak a tollain látszik is, hogy deres. Tehát mikor éjszakázik a rétesas, akkor és annyira hideg volt, hogy deres lett a tolla, és még azt még nem rázta le magáról. Hát van úgy, hogy 20 év kell egy képhez, van, hogy le kell nézni az embernek a lába elé. És akkor az utolsó képek jönnek, sas, nem kapkod legyek utána, nem tudom, hogy a bolharákkal és a dunavirággal mi a helyzet. Imre következik újra. Neked nagyon kedves téma ez a mikrovilág. Igen, tehát én szeretem a makrofotókat. És ez egy, nem is gondolnánk, ez egy tényleg egy bolharák, egy felemás lábú rákhoz tartozó kis élőlény, 14 lábbal. És a börzsenyi patakokban rengetegen vannak. A fő feladatuk az, hogy lebontsák, elpusztítsák a vízbe hullott leveleket, tehát azt zabálják. És egy fantasztikus téma volt. Úgy igazán művészi képen mi nem is láttuk ezt a kis ízelt lábút, úgyhogy jött az ötlet néhány évvel ezelőtt azzal, hogy kaptam egy jó kis fejlámpát, ami vízálló, egy nagyon szuper fényszórót, hogy azzal a fényszóróval meg lehetne világítani víz alól ezeket az élőlényeket. Tehát megkaptam ezt a lámpát, kimentem este fotózni különböző kis ugróvillásokat, megláttam a sok bolharákot, fogtam a lámpámat, és így behajintottam a vízbe, hogy na, teszteljük. Lesüllyedt az aljára, és elkezdte megvilágítani a frissen vízbe hullott őszi leveleket alulról, elképesztő szép fényekbe, és megjelentek a bolharákok, a különböző szerves törmelékek. Bal oldalt középen láthatjuk ezt a icipici élőlényt, ez egy kandicsrák, több százezer van egy négyzetméterem időnként. Tehát elképesztő, varázslatos téma került a objektívem elé, és tényleg ez adta az ötletet, hogy akkor ellenfényben fotózza meg ezt a bolharákot, vízfelszínen enyhén sodródik. Elkészült két kép, abból egy lett jó, és rohantam vissza a hiúszházba, a látogatóközpontba, hogy majd vakukkal is igyekszem megfagyasztani a látványt. Mire visszaértem, még mindig ott voltak ezek a levelek, behelyeztem a vakút egy zacskóba, benyomtam a víz alá, de teljesen más volt a végeredmény, tehát a vaku megborította az áramlásokat, elvitte a leveleket, úgyhogy nem tudtam megismételni a képet. Azt sajnáltad, mert ez azért van elég jó képnek látszik. Mégis nem, mert tényleg így minden összejött áll ezen a felvételen, és ez is rávilágítok tulajdonképpen egy egyszerű pataknak az élővilágára, hogy milyen fantasztikus, és láthatják a érdeklődők. És van még két dunavirágos képed. Igen, én nagyon régóta fotózom a dunavirágokat, biztos sokan ismerik, és gyakran megzavarják ezeket a kérészeket, az augusztusi rajzásukat, a különböző hajóforgalom. Elmegy a szállodahajó, és a parti sávot végig kísérik ezek a hatalmas nagy hullámok, és mindig szétveri a rajokat 10-15 percre. Olyankor bosszankodunk, nem lesz már jó, tehát sokáig kell várni, lehet, hogy lemegy a rajzás, de aztán rájöttem, hogy akár a hullámból is lehet egy jó képet készíteni, úgyhogy amikor jöttek ezek a nagy tarajosak, fogtam, és belevakúztam a szemoptikával néhány centire a vízfelszínre, és ezt a látványt kaptam. Tehát egészen különleges volt, hogy fejest ugranak, kikerülik, még soha nem láttam ilyet szabad szememből, semmi nem érzékelt. Úgyhogy ez egy jó téma, várni kell a hajókat, viszont persze az természetesen szempontból nem a legjobb, ugye hatalmas hullámok keletkeznek, úgyhogy lehet, hogy kézzel kell majd időnként egy kicsit megsodorni a vizet, hogy imitáljuk a hullámot. Viszont van a végére egy olyan is, amikor tükör sima víz, igen, ugye? Ez egy klasszikus ellenfényes kép, mint egy vitorla úgy mozog a víz felszínen, illetve pihen. Erről, hogy ez hogy készült, vagy ez már teljesen hétköznapi azt mindenki tudni, számára? Azt kell tudni, hogy belehasalok a vízbe, azért augusztusban nincs mindig igazán meleg, éjszaka, vagy szeptember elején. Belehasalok a vízbe, ellenfénybe helyezem a vakut a vízben, próbálom úgy komponálni, hogy ne látszódjon a csillanás, és igyekszem itt is sok-sok száz képet készíteni, és néha összejön. Hát nagyon szépen köszönöm. Gondolom mindenki, aki fotózik, annak megvannak a történetei arról, hogy hogyan készülnek, vagy hogyan nem készülnek el a képei, de úgy tűnik, hogy a fotós lelemény az kifogyhatatlan, tehát nem elég egy nagyon drága technika. Lelemény is kell, trükkök is kellenek, néha egyszerű eszközök, damél, vagy drót, vagy valami ilyesmi, meg egy olyan ember, aki nem viszi el az ember kameracsapdáját, és adott esetben szurkol is. Nagyon szépen köszönöm Máté Bencének, Potyó Imrének és Daróczi Csabának. Én azt gondolom, hogy sokat tanulhattunk. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezeket a történeteket. Nagy tapsot kérek szépen!